Én olyan asszonyt még a bécsi színházban sem, de még a párizsiban sem láttam. Hol járt? Merre lappangott? Ott, ahol a magyar szó bujdosik a hazában. Folytatja kárpátaljai bemutató körútját a Dériné ifjasszony című tévéfilm, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szervezésében. A Vidnyánszky Attila által rendezett alkotást 2022. szeptember 20-án mutatták be a budapesti Uránia Filmszínházban, ezt követően pedig magyarországi, majd kárpátaljai turnéra indult a film. A kárpátaljai helyszínek többségén közönségtalálkozót is tartanak, ahol a címszereplőt, Tarpai Viktóriát kérdezhetik az érdeklődők. A film a Dériné program keretein belül készült el, melynek célja a magyar színjátszás bemutatása azokon a településeken, amelyeknek nincs saját társulatuk. 3 évvel ezelőtt megalakult a Dériné program, ennek az egyik része a társulat, és ugye velük vittük színre a darabot, és aztán ugye ezt a tévéjátékot is. 3 éve játsszuk a Dériné ifjasszonyt, és ugye most már vetítések is vannak. Ez a program több alprogramból is áll, és hát ennek az a lényege, hogy vinni a magyar szót, a magyar nyelvű színjátszást olyan kisebb településekre, városokba, ahol nem igazán lehetett, vagy lehet hozzájutni mai napig a színházhoz, mint olyanhoz, és ugye tervben van egy újabb etapja ennek a történetnek, ennek a programnak, hogy határon túlra is visszük majd az előadásokat. Bízom benne, hogy mi hamarabb. A filmet párhuzamosan Magyarországon és a Kárpát-medence számos területén vetítik, Dériné Széppataki Róza emlékéhez méltóan, aki a Magyar Nemzeti Vándorszínház egyik úttörője volt. Amikor megérkezek haza, mondjuk az nagy muzsaj, de ha már csak beérek Beregszászba, akkor ez úgy mindent felülír. És ezek a közönségtalálkozók, ezek meg tényleg mondtam már, hogy annyi mindent adnak az embernek, hogy visszamegyek, és ebből nagyon-nagyon sokat tudok táplálkozni, nagyon sok erőt meríteni, és mindig jó hazajönni. Mert itthon valami olyan plusz energia van, ami sehol máshol nem kapok meg, és jó ezt az energiát adni is, és hát ugye kapni is. Ugye ez egy nagyon jó kis film, és a színjátszásnak az őskorában megy vissza a magyar színjátszásnak, amikor nagyon sokat utaztak a színészek egy adott vidéken. Lesz még ilyen Kárpátalján? Lesz. Én bízom benne, hogy igen. Én azt gondolom, hogy mindannyian azon vagyunk, hogy ez újra így legyen, hisz volt már ilyen, és én nagyon bizakodó vagyok, hogy lesz is még ilyen, és még ennél sokkal jobb is. Megtiszteltetés számunkra, hogy fogadhattuk a produkciót, és külön öröm, hogy a színésznő is megtisztelt minket. Egy kis vidámságot hozott a borús hétköznapjainkba. Emelte ki Kudron Katalin, az est moderátora, a KMKS nagyszőlősi középszintű szervezetének irodavezetője. Először is a tavaszi fagyos szentek kellős közepén örülünk egy kis fénynek, egy kis forróságnak, amit jelenthet nekünk ez a film, illetve kulturális szempontból összehozzuk azokat az embereket, azokat a magyar szellemű és magyar nemzetiségű személyeket, akik régi tagjai a KMKS-nek, és akik vágyják, akik áhítják az ilyen összejöveteleket. Ebben a nehéz, borús időszakban, és most nem az időjárásra gondolok, hanem a háborús helyzetre, fontos számunkra az egymás ismerete, az egymás fizikai közelségben való érzése, hiszen így tudunk reményt adni egymásnak, hogy itt vagyunk, meg vagyunk, és együtt vagyunk. Minden film más és más, de úgy érzem, nagyon hálásnak kell lennem, hogy eljátszhattam Dériné szerepét, hisz ő a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja volt társaival együtt, fogalmazott a film főszereplője. Valóban más volt, mint a sátánfattya, hisz
hisz a sokkal több napot ölelt fel, az egy 30 pár napos forgatási időszak volt, ez egy 8 napos, itt ugye nagyon sok minden ugyanúgy volt, mint ahogy a színdarabban, úgyhogy más eszközök kellettek hozzá némileg, vagy bizonyos helyzetekben, mint az előtte lévőben. Úgyhogy mind a kettőnek igazából megvolt a kis különleges izgalma, szépsége, és mondom, hogy bármikor akkor odállok egy újabb kamera elé, ami egy filmet rögzít, hisz van ennek valami olyan fantasztikus világa, ami engem nagyon-nagyon érdekel továbbra is, és ilyen filmeket nagyon-nagyon jó forgatni, hisz azt gondolom, hogy valamit az utókornak, a felnövekvő nemzedéknek is oda tudunk ebből adni, tehát megőrzi úgymond a doboz. A nagy sikerű produkciót a közeljövőben Beregszászon, a Rákóczi Főiskolán tekinthetik meg az intézmény hallgatói.